Sziasztok! Reggel csináltam a legutóbbi uh, videónapló bejegyzést. Hú, és most pedig itt éppen tornázok a földön, és gondolkozok mindenféléről. Erősítem a hátizmaimat, mert nagyon fájt már a gerincem. Tegnap borzasztó volt, és tegnap is kétszer tornáztam, és uh, ma reggel is. Délután voltam a Sebésznél, és akkor mondta, hogy egy ilyen, ilyen hematóma van belül a a combomban, az fáj, az az a ö, furcsa ilyen, ilyen gombócszerű valami ott az izmok között, és az úgy feszíti a, a szöveteket, és azért fáj. És majd föl fog ö, szívódni. És akkor ö, hazajöttünk pihengettem, meg telefonálgattam, meg eszegettem, és most így este, az esti nyugodalom előtt gondoltam, hogy egy kicsit még tornázok, és ilyen, ilyen karkörzéseket csinálok, meg ilyen nyújtózkodásokat, meg ilyesmiket, és, és csak így gondoltam, hogy hogy érdemes erről egy-két szót beszélni, meg, meg, rögzíteni ezt a, ezt a napot, hogy, hogy milyen klassz volt tulajdonképpen. Hogy eljött egy nagyon kedves barátom, egy régi barátom, és segített nekem takarítani, amit nem tudtam önállóan megcsinálni, a porszívózást, meg a felmosást megcsinálta, és annak nagyon-nagyon örültem, és nagyon alaposan és jól csinálta, és én nagyon boldog voltam, és és, és lehet, hogy egy kicsit viccesen nézett ki, ahogy lelkendeztem, így, mert így örültem, hogy jaj, arrébb húzod a piros szekrényt is. Tényleg jó volt látni, hogy, hogy valaki olyan alapossággal takarít, mint én. Mert, mert az elmúlt három évben mindig egy kicsit én éreztem magam helikopternek, mert úgy éreztették velem, hogy hát én kényszeres vagyok, mert túlzottan takarítok, pedig egyáltalán nem, tehát azért... Azért a fiam tudja, hogy én azért lazán kezelem ezeket a dolgokat, nem szakadok bele ünnepek előtt az ablakpucolásba, meg azért próbálom az arany középutat tartani ebben, de szeretem a rendet. Még szeretem, mikor a padló tiszta, mert én amikor tornázom, akkor szeretem használni a padlót, és hogyha térdigázolnék itt a kozba akkor az nehéz lenne, meg utána a ruhám is koszos lenne, amiben bemászom az ágyomba, tehát ezért fontos a tisztaság, és most tavasztal a macskák vedlenek, úgyhogy fontos ez. És uh, délután meghallgattam egy nagyon kedves ismerősömnek a videóját, és, és hát lenyűgözően beszélt, egyszerűen csodálatos volt az életről, a halálról, a, világról, erről az egész nehéz és bonyolult és toxikus világról, amiben élünk, és, és hát olyan témákról, amit nagyon sokan manapság nagyon félve kezelnek, vagy nagyon rosszul, vagy, vagy így félre megynek sokszor a dolgok, mert, mert például, amikor halálról, meg betegségről van szó, meg öregedésről, akkor a legtöbb ember így alapból elutasítja ezt az egész gondolatot ami valahol teljesen érthető, hiszen ez egy, egyfajta védekezési reakció mindenkinél, és én, és én, megértem ezt, de, de amikor valaki erről nagyon őszintén és önazonosan beszél, akkor szerintem nem kéne neki oda kommentelni, meg javasolni mindenféle butaságokat, mert, mert, mert az velem is sokszor előfordult, hogy én, teljesen reálisan és normálisan beszéltem a, az én állapotomról, és akkor emberek azt mondják, hogy jaj, ne legyél olyan negatív! Mondom neki, hogy bocs, az nem negativitás, hogy én tudom, mi a valóság, és, és tudom azt, hogy nem élünk örökké, és tudom azt, hogy egyes krónikus progrediáló betegségek mikkel járnak. Csak az a baj, hogy mostanában nagyon ilyen fölkapott lett ez a toxikus pozitivitás, hogy így, ha izé, vért pisilünk, akkor is vigyorgunk, mert az emberek valahogy így eltávolodtak a, az életnek a sokszínűségétől, tehát azt gondolják, de valahogy ezt a média is így súlykolja, hogy csak jól lehet magunkat érezni, és az élet az csak a fagyinyalás, meg a csillámpóni, meg a mit tudom én, ilyen happy dolgok, miközben azért a valós élet azért nagyon messze van attól az egyszínűen rózsaszín világtól, amit a mai fogyasztói társadalom próbál ránk kerültetni, hiszen nagyon sok terméket úgy tukmálnak ránk, hogyha ezt használod, boldog leszel, ha ezt teszed, egészséges leszel, és, és nem, nem, hogy mondjam, nem látják már meg azt az emberek, hogy a betegség, a halál, a gyász, a fájdalom, azok az életnek a részei. Az éjség, meg a, a Kényelmetlenség, meg mindenféle diszkomfort, meg a szomorúság, meg a, a dühöngés, meg mindenféle negatív érzelmek azok az életnek a részei, mert, mert hogyha ezek a negatív érzelmek nem lennének, meg ezek a nehézségek, akkor nem tudnánk értékelni a jót. Például itt fekszem ezen a parkettán, és tök kemény is nyomja a bordáimat, de hogyha nem lenne ez a kemény parketta, és nem tartaná az én jó, puha matracomat, akkor fájna a gerincem még jobban. Én ezért is alszom a földhöz nagyon közel, és, és hogyha nem, nem, érezném a parketta a keménységét, akkor nem értékelném utána a matracon puhaságát. És az életben sokszor a fájdalom meg a nehézség azért van, hogy, hogy még jobban tudjunk körülni annak, ami jó, és nem kell megijedni ezektől, és, és én nagyon-nagyon-nagyon ilyen komoly Őszinte elismeréssel és meghatódva ö, hallgattam. Ennek a nagyon kedves ismerősömnek a, a videóját, ahol ahol beszélt a saját küzdelmeiről, és, ö, és komolyan, én nagyon kevés embert láttam még ilyen jól kapcsolódni magához és a világhoz, és ilyen reálisan gondolkodni, és nem elszállni meg, meg ilyen. Nem tudom, szóval így, így manapság nagyon nehéz belőni azt az utat, ami, ami olyan jó, meg, 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 meg nem erőltetett, meg nem befolyásolt. És, és én is az elmúlt három évben nagyon sokat keresgéltem ezt, és nagyon sokat segített, hogy a gyerekkori filmemet meg tudtam nézni tavaly januárban, és nagyon megrázó volt, és elég kemény volt azt a filmet megnézni de, de az, az, segített kapcsolódni magamhoz, és megérteni nagyon sok mindent, és borzasztó kemény munka volt, és, és, nehéz volt, és fájdalmas volt, és sok mindent el kellett gyászolnom, és el kellett simogatnom. És aztán, és aztán egy nagyon, nagyon kimerült tavasz és nyár után egy nagyon-nagyon kemény ősz után úgy éreztem télen, hogy lassan, lassan megtalálom így az utamat, és, és most a műtét után, és így megnéztem ilyen régi fotókat, amiket, régi, hát ilyen kéthetes fotókat, amiket a műtét előtt csináltam, és ahogy néztem a fotót, így visszaemlékeztem, hogy Úristen, itt még azért hívtam oda magamhoz a fiamat, hogy gyere baboka, fogjuk meg ezt a pillanatot, és hoppá most. Ja, nem, azt hittem, hogy valaki jön. Tehát mondtam neki, hogy gyere, ragadjuk meg ezt a pillanatot. És lefényképeztem magunkat, csináltam magunkról egy szelfit, meg csináltam mindenféle képet magamról is. És valahogy az volt bennem, hogy akár bele is hallatok a műtétbe. Nagyon féltem. És voltak ismerőseim, akik nekem is tolták ezt a pozitív ilyen dumát, hogy jaj, hát ez semmi, hát ez izé, hát ez rutin műtét de Igazából oké, okay, lehet, hogy a tök egészséges XY-nak rutin műtét, de aki három évtizede gyógyszereken él, és nagyon sok súlyos állapoton van túl, és egy nagyon finom egyensúlyt kell kell karbantartania annak, annak egyáltalán nem egy olyan kis rutin műtét, mint egy körömlevétel, vagy egy fogkihúzás. Úgyhogy én azért pontosan tudtam, hogy mik voltak ennek a műtétnek a kockázatai, és baromi boldog voltam, hogy felébredtem. És pont ahogy ma néztem vissza ezeket a fényképeket, így eszembe jutott az az érzés, amivel csináltam a fényképet, akkor még az volt bennem, hogy lehet, hogy ez a fénykép lesz az, ami marad belőlem. És amikor csináltam a videót az északi vasúti összekötő hídon, akkor is volt bennem azért egy olyan, hogy ha bármi félre sikerül az altatásnál, vagy akármi történjen, akkor lesz rólam egy szép emlék. És, és ma olyan jól esett az, hogy belegondoltam, hogy mekkora hihetetlen megkönnyebbülésem volt, és micsoda boldogságom, hogy fölébredtem meg. Most elkezdtem újra mozogni, mászkálni, óvatosan persze, meg tornázni, és lépte nyomon megtapasztalom az életnek az örömét. És lehet, hogy itt fekszem a kis szobácskának a, a kopott parkettáján, és Küzdök azért, hogy az a elernyet izmaim valahogy tartsák a, a csigolyáimat, meg, meg ne fájjon itt, ne fájjon ott, meg vigyázok minden mozdulatomnál, hogy ne tegyek magamba kárt. De mégis annyira jó, annyira jó, mert én, én évek óta mindig abban élek, hogy teljesen reálisan végig gondolom az összes lehető legrosszabb forgatókönyvet. És ezért tudok baromira örülni.